Asszonyom. Köszönöm, Bábina. Albert asszony bement Brezanotti felügyelőhöz vallomást tenni. Elias úr elkísérte. Jó, hogy nem engem kért meg, mert nem lettem volna abban az állapotban. Igen, elnézést. Asszonyom, hogy kérdezni? Hogy merészed belépni a házamba? Egy átkozott senki házi vagy, egy gyilkos. Addig nem megyek, amíg el nem mondom, amit akarok. Takarodj a házamból! Nem megyek sehová! Tudom, hogy te ölted meg a hugomat, mert összetévesztetted velem, átkozott baszorka vagy. Marina Alarcón, és azt akarom, hogy bűnhölgy. A legjobb ügyvédeket fogom szerződtetni, mert azt akarom, hogy a börtönbe rohadj meg! Nem értek, mit akarsz mondani, vagy mit gondolsz? Azonnal takarodj innen! Még ha az egész vagyonom rá is megy, de tönkreteszlek, Marina Alarcón, végzek veled! Pastora! Persze, írd csak nyugodtan, még arra is képtelen vagy, hogy megvédd magad. Mi az a nők folyik itt, hallja, orrja el magát! Hozzám nem érhet egy ilyen ócska kis cseléd! Te átkozott idióta! Mégis mit kérdezett? Menj innen! Kaparom a szemedet, gyógy! Takarodj! Jól figyelj, ezért még csúnyán megfizetsz, te átkozott cseléd! Takarodj! Ne írd a karodj! Na hát, Marina, bocsáss meg! Túl messzire mentem, igaz? Ugyan már, csak azt kaptam, amit megérdemelt. Ha ha ha!